Záporoztak a lövések a kapukra a Liget úti sport és szabadidő központban. A Karcagi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának utánpótlás csapatai a megszokott módon ezúttal is nyári focitáborral kezdték meg a felkészülést a következő szezonra. Nagy örömünkre nagyon sok gyerek szerepel ebbe a táborba, 108 gyerek szerepel, és 12 edző foglalkozik a gyerekekkel. U7-es korosztálytól az U16-os korosztályig minden gyerek megfordul. Ezeket a gyerekeket felbontottuk 6 korosztályra, 6 csoportra, és 6 csoportba foglalkoztatjuk őket minden nap. Orosz István hozzátette, hogy az egyhetes tábor során nem csak a foci van a középpontban, igyekeznek változatos programokkal a gyerekek kedvében járni. A napi programok is le vannak bontva, általában délelőtt egy reggeli edzéssel szoktuk indítani a napot, utána egy közös foglalkozás van, egy szabad foglalkozás az ebédig, utána ebédidő van, ebéd után át szoktunk menni a strandra, és egy kicsit fürdenek a gyerekek, és délután pedig megint szabad foglalkozás, buborékfoci, gyerekjóga, a freestyle-os Keresztesi Róbert fog majd bemutatót tartani, kutya bemutatókat. Akkor az első nap polgármester úr, Szepesi Tibor polgármester úr is meglátogatta a gyerekeket, és különböző programokat szervezünk nekik. A Karcagi Ese labdarúgó szakosztályának csapatai a korosztályoknak megfelelően bajnokságokban is részt vesznek. Erről is kérdeztük Orosz Istvánt. Minden gyerek különböző a saját magának megfelelő bajnokságukba, fesztiválokon, tornákon indul. Itt a Karcagi Körzetközpont utánpótlás központja az U7-es és U9-es gyerekek fesztiválokon szoktak részt venni, tavasszal és ősszel, és télen pedig teremtornákon. Az U11-es gyerekek azok tornákon, régiós tornákon és körzetközponti tornákon szoktak részt venni. Az U12-es, 13-as gyerekek és annál följebb a 14-es, 16-os és az U19-es gyerekeink pedig regionális bajnokságokon szoktak részt venni, vagy indulnak bajnokságokon, és ez az első állomás, hogy elsőnek a felkészülést ezzel a nyári táborral szoktuk elindítani, és utána pedig a jövő héttől pedig beállunk a rendes edzésekre, és ott már úgymond lebontva a korosztályoknak megfelelően a korosztályos edzők foglalkoznak a gyerekekkel heti 3-4 vagy 5 alkalommal. A Karcagi Ese labdarúgó szakosztálya több mint 200 gyereknek ad lehetőséget arra, hogy megmutassa tehetségét. Orosz István elmondta, hogy itt Karcagon minden adott számukra, és csak rajtuk múlik, hogy akár még magasabb szintre is eljuthassanak. Hál' Istennek majdnem minden évben tudunk feladni vagy akadémiára, vagy tehetségközpontra a gyerekeket, akik már úgymond ezt a körzetközpontot kinőtték, és már magasabb szinten is meg tudják állni a helyüket. Nagyon jó például Varga Kevin, aki innen indult és magyar válogatott lett. Ezzel mindig szoktunk példálózni a gyerekekkel, hogy azért innen is kikerülhet NB1-es játékos és úgymond magyar válogatott labdarúgó is. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a tehetségeket felfedezzük, és utána továbbítjuk, és utána, hogy foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel. A lehetőség tehát adott minden karcagi fiatalnak, hogy akár komolyabb célokat is kitűzön maga elé. Minden focistának sikeres és eredményes felkészülést kívánunk a következő szezonra.